Sziasztok, Marika vagyok. Ugye mutattam a kerekrépa savanyítását. Most abból készítettem főzeléket, és ugye az még nem nagyon volt megérve, mivel csak egy napos sem volt a savanyítás. Hát most szépen megvan, megvan savanyodva, látjátok, már ott habzik. Levettem róla a kenyeret. Majd megpróbálom ezt a videót azután a videó alá föltenni. És én úgy gondoltam, hogy ide rakok egy nájlont, amit le fogok gumizni. Na, az volt a cél, hogy ezt a legumizott nájlont ide legumiztam, és akkor itt van benne a nagy üreg, hogy ebbe belerakom a nájlomba van víz, és akkor így jól megkötöttem, hogy ne tudjon belőle kifolyni, de hát ki kellett cserélnem, abban túl sok víz volt, az nem jó, nem működött, úgyhogy ebbe kevesebb víz van, és úgy gondoltam, hogy ezt ide beleengedem, hogy, hát ha tudom, hogy nyomja egy kicsit lefelé a répát. Igen, jó is lett, látjátok. Hát most ez egy pár napot így fog lenni, aztán majd egy gyenge hét múlva újra csinálok belőle. Hát ha tovább kitart, akkor azért két hét múlva, mert most azért nem akarunk megint répát enni. De úgy döntöttem, nem fagyasztom le, hát ha igen, jár az illata és a hűtőt elelez vele. Öt nájlomba rakom akkor is. Úgyhogy a nájlon, az a második nájlon, ugye, ami csak benn van, ez erre azért van szükség, mert ugye van benne só is, ecet is, nehogy megmarja, aztán akkor mi még több víz odafoljon. Ezt így tudom ellenőrizni, hogy nem eljük ott ki, mennyi van benne. A savanyú káposztát is valahogy ezt szerint csináljuk, majd savanyítunk, azt hiszem holnap majd megmutatom azt is. De hát, hogy mikor látjátok, azt nem tudom, csak úgy megemlítem. Na jó van, csak ezt meg akartam mutatni, hogy végül is két nap alatt megsavanyodott a kerékrépa, hogyha még egy napot várok, és akkor készítem el, akkor sokkal finomabb lett volna, meg esetleg, hogyha valamelyitek ezt szerint elkészíteni, nem jó ez a reszelős módszer, olyan kell választani, ahol a szálak vastagabbak. Tehát ha a legközelebb savanyítok, mert még van keréknépánk, akkor nem reszelem, hanem van egy másik reszelünk, aminél olyan két millis kis rudak lesznek, vagy inkább hengerek, vagy minek mondják, azt tudjátok, a... igen, valami ilyesmi, már nem gömbölyű lesz. Na, most annak nem tudom a nevét, de mindegy. Úgyhogy ez most így fog történni, úgyhogy gondoltam, megmutatom, és akkor elkészíthetitek ti is, mert ez most jól működött így. Most nagyon finom savanyú lett. Hát most elviszem hideg helyre, még ide teszek egy ruhát vagy nájlont, és elviszem hideg helyre, és még utána nézek az interneten, hogy mit lehetne belőle még ezen kívül készíteni. Azt tudom, hogy lehet ilyen paradicsomosan is, de hát most az mindegy, hogy paradicsomos vagy tejfölös. Finom volt így, a féljemnek nagyon ízlett, úgyhogy máskor is készíthetek. Úgyhogy azért ezt most majd el is készítem, meg még savanyítok is le. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, remélem valakinek hasznos volt, aki itt Vas megyébe vagy Zala megyébe lakik, és még nem készített, vagy aki hozzáfér Budapesten, vagy valamilyen nagyvárosba ehhez a répához, és el akarja készíteni. De a piacokon lehet benni savanyítottat, én úgy tudom, úgyhogy nem muszáj vele vacakolni, hanem lehet venni is. Köszönöm még egyszer, sziasztok!